karácsonyban mindig van valami különleges. Karácsonykor ünnepeljük azt a történelmi pillanatot, amikor Isten elküldte az ő fiát a mennyből. Jézus Krisztus, az Isten ember azért jött a világra, hogy bűnbocsánatot és örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne, mint megváltójukban. Eljövetelét már sok évvel a születése előtt megjövendölték a proféták Izraelben. Ézsaiás 9. rész 6. versében így olvassuk. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Csodálatos szeretetével és szabadításával minden nemzetet elérjen.
Jézus ilyen hirdetése során mindig hangsúlyozta, hogy eljön az ítélet, de előbb minden népnek hirdetni kell az evangéliumot, hogy a Márk 13. fejezetének 10. verse mondja. Világosan látszik a Szentírásból, hogy Jézus minden népet és nemzetet egyaránt szeret. Amint ma este Jézus születésére gondolunk, szeretnénk különböző nemzetek karácsonyi énekeivel ünnepelve megemlékezni arról, hogy az Úr nevét minden nemzet között kell. Íme a szűz fog a méhében, és szül fiat,
s nevezi azt Immanuelnek. Gábriel angyal ezt az üzenetet közölte Józseffel, majd pedig hozzátette, ami azt jelenti, velünk az Isten.
Christian man, rejoice with power.
is vette kezdetét a mennyben, amikor a gyermek Krisztus Isten emberként e világra született. A messiás születésének hírét angyalok adták hírül a betlehemi pásztoroknak, akik hűségesen várták a megváltó születését. Lukács evangéliumának második fejezetében így olvassuk. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jövett, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket. És nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme részem. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket befójába fekül, mint a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos Istennek a mennyben, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.